24 ország képviselői vettek részt a zágrábi nemzetközi nyílt táncversenyen, ahol szemkápráztató és látványos produkciókból nem volt hiány. A magyar indulók pedig kiváló eredménnyel zártak. Óvodástól a felnőttekig, a showtánctól a szalszáig. 5 korcsoportban és közel 30 táncstílusban kvalifikálhatták magukat a versenyzők a zágrábi amatőr Európa bajnokságra. A több mint 11 ezer fellépő között a magyar színeket 38 táncklub, közel 550 táncosa képviselte. A 100 horombattai STC tánctakosztály 2 produkcióval indult, és mind a kettő első helyet szerzett. Nagy izgalommal vártuk ezt a versenyt, úgyhogy ezért is jöttünk tegnap, hogy pihenten tudjanak színpadra állni, és azt gondolom, hogy az izgalom ellenére sikerült leküzdeni, hogy a legjobb formájukat nyújtották, és hát meg is lett az eredménye. A budapesti Happiness TS-e az egyik legsikeresebb klubként 9 elsőséggel térhetett haza. Perjési Patrik Frank Rebekával a páros modern tánc kategóriában szerezte meg az első helyet. Ez a duett már egy fél éves produkció, így rutinosak voltunk benne, már több versenyen is részt vettünk és több díjat is elhoztunk, szóval ennek nagyon örülünk, és annak meg még inkább, hogy most megkaptuk az arany medált, vagy aranylapot, golden ticketet, amivel vasárnap is feléphetünk a gálán. A verseny egyik üdeszínfoltja a Barlein Zsolt bemutatója volt, amivel meg is nyerte a Senior Hip Hop Show szóló kategóriát. Én mindig jól érzem magamat, hogyha ki kell mozdulni otthonról, tehát így külföldi versenyekre megyünk. Egy azért, mert tapasztalat, más azért, mert ilyenkor meg tudom nézni, hogy más versenyeken milyen színvonal van. Az utolsó napi zárógálán a legjobb 52 produkció vehetett részt, köztük 12 magyar műsorszámmal. Árvai Vasléna két előadása is bekerült a legjobbak közé. A egyik érmet azt a junior jazz szólomért kaptam, ott második helyezést értem el. A másik érmet pedig a modern szólomért, ott első helyet értem el. Léna végül külön díjban is részesült, amivel részt vehet egy egyhetes tánckurzuson Szardínián. A verseny főszervezője szerint kiváló rendezvényt tudhatnak maguk mögött. Számunkra az a legfontosabb, hogy a táncosok, az edzők és minden vendégünk elégedett és boldog legyen. Ha az elképzeléseink találkoznak a valósággal, az a legnagyobb öröm számunkra. Problémák mindig adódnak, de ha az összkép a végén jó, akkor megnyugodhatunk, hogy megcsináltuk. Az EB-t végül 80 arany, 36 ezüst és 15 bronz minősítéssel zárt a magyar küldöttség. Az októberi római világbajnokságon hasonlóan jó szereplésre számítunk.